Variációk a színes városhoz, Zománc művészeti kísérletek Bonyhádon 1967 és 1972 között. Ezzel a címmel nyílt kiállítás a pécsi Modern Magyar Képtárban. Olyan művészek vettek itt részt, mint Lantos Ferenc, Bak Imre, Nádler István, illetve a pécsi műhely tagjai, Pincei Sándor, Kismányoki Károly, Halász Károly, Szijjártó Kálmán. Úgyhogy az ő műveiket látjuk itt, és ami érdekes, és ez a címben benne van, hogy ez a Vazarelli elve volt, vagy ideája volt ez a színes város. Úgy képzelte, hogy a képzőművészeti alkotások alkalmazhatók lesznek építészeti felhasználásra, épületek dekorációjaként fognak funkcionálni. Valamennyire a pécsi műhely tagjai ezt a hagyományt követik. Azok a Vazarelli művek láthatók még analógiaként itt a kiállításon, amik 1969-ben először érkeztek a Pécsi Múzeumba, és nyilván ezek a művek erős hatást gyakoroltak az itt látható alkotókra. Egyszerűen a geometrikus absztrakció valahogy valamilyen módon szabad utat kapott egy pillanatra, de azért azt fontos tudni, hogy ezeknek a műveknek a státusza kettős. Tehát egyrészt építészeti dekorációk, ornamentikák, arabeszkekként funkcionáltak volna, és így egy-egy mű nem lezárt, hanem végül is végtelenül folytatható, és különböző variációkban rakható ki. Az, hogy most itt a múzeumban vannak kiállítva, ez a másik lehetősége volt ezeknek a műveknek, tehát kaptak egy keretet, és a múzeum terében ezek autonóm, önálló, absztrakt műalkotásokként jelennek meg. Tehát ez a két státusza benne lebeg ezekben a művekben, egyrészt mondom, hogy ornamentika, másrészt pedig, hogy lezárt, a hard age és a strukturalizmus, illetve a konstruktivizmus hagyományát követő művek ezek. Ami izgalmas, hogy ugye 50 éves képek ezek, és hihetetlen intenzitással, frissességgel jelennek meg a színek a technika révén, ugyanis valahogy az Ománc, ez a magas hőfok, amin kiégették ezeket a lapokat, az valahogy egy ilyen energiakonzervként a színek révén megőrződött a művekben. Tehát mintha azt a hőfokot a színek intenzitása adná vissza, és a színek intenzitását, a komplementer színeket felerősíti az a geometrikus, strukturális kompozíció, amelyik ezeken a műveken látható. Vannak olyan művek, amik a pécsiek számára esetleg ismerősek lehetnek a régmúltból, tehát például a Dédász fríz, amit Lantos Ferenc készített, annak egy részlete is látható itt, illetve vannak olyan művek, amiket különböző középületekről száműztek, és így került a gyűjtői körbe. Tehát ez a nagyon lényeges dolog, és nagyon fontos dolog, hogy egy magángyűjtő, egy magángaléria tulajdonos gyűjtötte ezeket össze és restaurálta, és valahogy beemelte a művészettörténeti tudatba, mint művészi lehetőséget az Ománcot, képzőművészeti autonóm lehetőséget az Ománcot, és ez most már a nemzetközi művészettörténet tudatában is bent van, ahogy a nemzetközi műkereskedelemben is megjelentek ezek a művek. Valahogy a műkereskedelemnek van egy olyan funkciója, amiben azt a kánont, amit a múzeum képvisel és a múzeumi alkotók és alkotások jelent, azt valahogy folyamatosan bővíti, folyamatosan tágítja. És ez történt itt is, hiszen az, hogy ez az Ománc kiállítás éppen a Modern Magyar Képtárban van, az azt jelenti, hogy valahogy a múzeum is alkalmazkodik ehhez a kánonhoz. Ugyanakkor annyira, hogy a Pécsen a Negyed utcában lévő nagy zománcok is szép lassan elhelyezésre kerülnek a Modern Magyar Képtár állandó kiállításán egy fix helyen, mint egy ezt a kiállítást kísérve és kiegészítve.